Szervusztok, jó estét! Good evening, hi! Kérlek, hogy lapozz a Bibliádban 2 Timóteushoz. Please turn in your Bibles to 2 Timothy. Feltéve, hogyha itt van a Bibliád. If you have your Bible here. És egy rövid bevezető erejéig. And for a short introduction. Pakson elkezdtünk egy sorozatot. In Paks we started a series. Azon gondolkodtunk, hogy and we were thinking of mik azok a tényezők, what are the factors, amik megállítanak minket abban, hogy egy örömteli, kiteljesedett életet éljünk. That stop us in having a joyful and full life. És van jó néhány ilyen tényező. And there are a couple of factors like that. Ilyen például a harag. For example, anger. Hogyha haragot tartasz a szívedben és nem tudsz megbocsátani. If you have anger in your heart and you cannot forgive. Ilyen az elégedetlenség. This is discontent. Ilyen a büszkeség. Or pride. És még lehetne sorolni. And we could list many things. De ilyen a félelem is. But this is like fear is like that too. Hogyha félünk. If we are afraid. Hogyha félünk használni azt, amink van. When we are afraid to use what we have. És félünk új dolgokat elkezdeni. And we are afraid to start new things. És itt 2 Timóteus 1-ben a 7. versben. And in 2 Timothy 1 verse 7. Pál apostol azt mondja Timóteusnak. The apostle Paul says to Timothy. Mert nem a félelemnek szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét.
Because God has not given to us the spirit of fear, but the spirit of power, love and a sound mind. Drága Úrunk, csak kérünk téged, hogy kent fel ezeket a gondolatokat. We ask you to anoint these thoughts. Szólj, szolgál felénk az igéddel, Uram. Minister to us with your word. És köszönjük neked. And thank you. Drága fiad nevében. In your precious son's name. Amen. Amen. Vajon miért mondta Pál apostol Timóteusnak, hogy ne félj? Why did the apostle Paul say to Timothy, do not be afraid? Mert nagy valószínűséggel félt Because Timóteus. Most probably he was afraid. Timothy was afraid. He was there as a young pastor. Ott volt fiatal, egy szól. Jó, ott volt fiatal pásztorként. He was there csomó kihívással. As a young pastor and he had many challenges. És nagy valószínűséggel félt. And most probably he was afraid. Félt Timóteus. Timothy was afraid. És ez egy teljesen természetes dolog. And this is a normal thing, a natural thing. Mert ez egy emberi dolog, hogy félünk. Because this is a human thing. Annyi mindentől tudunk félni. We can be afraid of so many things. Nem tudom, hogy feltűnt-e neked, hogy mennyi mindentől tudunk félni. Noticed how many things we can be afraid. Tudunk félni a sötéttől. We can be afraid of the darkness. A sikertől. Of success. A sikertelenségtől, a változástól. Of failure, of change. És gyakorlatilag bármitől képesek vagyunk félni. In fact, we can be afraid of anything. Megtanultunk félni. We have learned how to be afraid. És azon gondolkodtam. And I've been thinking. Lám, új tulajdonság. A new characteristic of mine. Hogy miben gyökeredzik a félelem? What is fear rooted in? És az írás erre is ad egy magyarázatot. And the scriptures give an explanation for that as well. Zsidó 2:15-ben azt olvashatod, hogy az embereket rabságban tartja a félelem. That men are és ez a halálfélelem. By fear, and this is the fear of death. Hogy minden félelmünk egy félelemben gyökeredzik. That every fear of ours is rooted in one fear. A halálfélelemben. In the fear of death. És az emberek félnek a haláltól. And people are afraid of death. A mind addig, amíg a halálra nincs egy értelmes, kézzel fogható magyarázat. And as long as we don't have a good explanation for death. Addig félünk a haláltól. We are afraid of it. Addig az emberek félnek a haláltól. People are afraid of death. De jött Jézus. But Jesus came. És ő megszabadított minket. And he set us free. Ebből a rabságból, from a halálfélelemnek a rabságából. From the bondage of the fear of death. De az emberek félnek a haláltól. But people are afraid of death. És szeretnék kiiktatni az életükből a halált. And they would like to. Szeretnék így félretenni. To put it aside, this thing. És próbálkoznak and they are a világban, in the world, próbálnak megoldást találni a halálra. They are trying to find a solution for death. Ilyen jó ötleteket szereznek, and they have good ideas, ami mit tudom én, a reinkarnáció, reincarnation, a hibernáció, hibernation, és nem tudom még milyen ció. And I don't know what other de ugye most legújabban az őssejtektől várják annak a csodaszernek a létrejöttét, ami majd az örök életet biztosítja. But now there's a brand new thing that there's a cell and they are waiting for, they are expecting that cell to. Ahogy Jeremiás 2:13-ban írja az írás, stay alive and hogy a világ elhagyta az élővizek forrását. The Bible says that the world has left the fountain of living waters. És a repedezett falu kutakat ásott. And it has digged wells that don't keep the water. Ami nem tartja meg a vizet. That don't keep water. Próbálkozik a világ. The world is trying. Azt hiszi, hogy jött egy jó ötlet. They van think egy that megoldás. They have a good idea. They have a solution. Hibernáció, szuper, megoldottuk a halál kérdését. We have solved the problem of death. De aztán rövid idő múlva kiderül, but after a while it hogy nincs turns megoldás, out that there is no solution. És marad a félelem. And fear és az emberek remains. Félnek. And people are félnek afraid. A haláltól. People are afraid of death. És persze ez nem tudatos, and they don't know about de a lelkük mélyén ott maybe, van. But this is deep ott in van a halálfélelem.
De minket bátorít az Úr. Minket bátorít az Úr. Azt mondja, hogy nem a félelemnek a szellemét adtam nektek. Nem a félelemnek a szellemét. Nem kell félni. A szeretetnek a szellemét adtam. A józanságnak a szellemét. Nem kell félned. És tudod, ez annyira csodálatos, hogy mi választhatunk, hogy nekünk már nem kell félnünk a haláltól. Nekünk már van egy értelmes magyarázatunk a halálra. Mi tudjuk azt, hogy a halál az nem valaminek a befejezése, hanem az örökké valóság kezdete. Hogy örök életünk van. Hogy Krisztus örök életet adott nekünk. Ez milyen álmulatos dolog, nem kell félnünk a haláltól. És a szeretetnek a szellemét adta nekünk. 1 János 4-ben, 18. versben azt olvashatom, hogy a szeretet az kiűzi a félelmet. Hogy ez a két érzés, ez nem fér meg egymás mellett. Nem tudsz egyszerre szeretni is, meg nem tudsz egyszerre félni is. A negatív érzés nem maradhat meg emellett a csodálatos erő mellett, a szeretet mellett, Isten mellett, mert 4-8 azt mondja 1 Jánosban, hogy ő a szeretet. Ez a két dolog nem fér meg egymás mellett. Úgyhogy a szeretet kiűzi a félelmet. És mi a szeretetnek a szellemét kaptuk meg. Nem a félelemnek a szellemét. Milyen ámulatos dolog ez. Milyen csodálatos dolog ez, hogy szerethetünk. Tudod, múltkor gondolkodtam ezen. Hogy milyen kiváltság ez nekünk. Hogy ebben a kegyetlen, kemény, szeretetlen világban megvan az a képességünk, hogy szerethetünk. Persze nem magunktól, nem a mi ügyességünktől, hanem attól, hogy ő szeretett minket előbb. Hogy szerethetünk, hogy a miénk a szeretetnek a szelleme, és ez álmulatos dolog, ez csodálatos dolog. Úgyhogy a szeretettel kiűzhetjük a félelmet. Nem kell, hogy féljünk. És aztán azt írja, hogy az erőnek a szellemét kaptuk. Az erőnek a szellemét. És hogy lehetsz te erős? And how can you be strong? Én azt hiszem, hogy nekünk nem kell erősnek lennünk. I think we don't need to be strong. Az erőnek a szelleme because the spirit az abban of van, hogy mi gyengék vagyunk. Is in our weakness. 2 Korintus 12-ben 2 Corinthians 12. Lehetünk gyengék, we can be weak. Mert a mi gyengeségünkben van ott Isten ereje. Because God's és ezt az erőt kaptuk már, hogyha merünk gyengék lenni, ha nem akarunk erős, izmos keresztények lenni, strong, hanem merünk gyengék lenni, azok, akik vagyunk, akkor ott van Istennek az ereje. Akkor Isten ereje tud munkálkodni, akkor az erőnek a szelleme tud munkálkodni az életünkben. És ez ámulatos dolog, ez csodálatos dolog. És aztán ott van a józanságnak a szelleme. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy legyél józan, és mi az a józanság? A sound mind. Azt hiszem, a józanságot úgy tudnánk leginkább megérteni, hogyha hányan láttatok már részeg embert? Jó néhányan. Hányan voltatok már részegek? Ne tedd fel a kezed! Don't raise your hand. Ne tedd fel a kezed! Don't raise your hand. De hogy úgy tudod leginkább megérteni a józanságot, hogyha megnézel egy részeg embert. When you look at a drunk person. Ugye? Egy részeg nem tud értelmesen beszélni, dadog, hebeg, összeakad a nyelve, nem tud egyenesen járni, inog. De egy józan ember, annak éles, egyenes szavai vannak. A józan embernek vannak meggyőződései. A józan ember tudja, hogy mit beszél. És a józan ember tudja, hogy hova tart. Van egy egyenes járása. Tudja, hogy melyik irányba tart. És mi ezt a szellemet kaptuk.
Élhetünk a meggyőződéseink alapján. Járhatunk egyenesen azon a keskeny úton, Máté 7-ben. Mert ezt a szellemet kaptuk. Nem a félelemnek a szellemét kaptuk. A félelem az megbénít. A félelem az meg tud állítani. Hogyha félsz használni az erőforrásaidat, amivel rendelkezel, akkor csak ilyen kis sunnyadó keresztények vagyunk. Then we are just these lame Christians. Otthon csücsülünk és szégyelljük azt, hogy megtértünk. And we are ashamed of our getting saved. Ha nem merem használni azt, amin van. If I don't dare to use what I have. De Isten arra bátorít minket, hogy ne félj, nem kell félned. You don't have to be afraid. Hiszen elláttalak erőforrásokkal. Because I have given annyi you mindened the van Krisztusban, so many things in amit Christ használhatsz. That you can úgyhogy use. Csak bátran használd. So használd az ajándékot. Használd azt, amit kaptál az Úrtól. Use what you have received from the Lord. És csak járj az elhívásodban. And just walk in your ne félj, Timóteus, ne félj. Timothy, don't be afraid. Mert nem a félelem szellemét adta nekünk because az Isten, you have not received the spirit hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szellemét. Úgyhogy járjunk ebben, nem kell félni. Jeremiás, illetve bocsánat, Ézsaiás 43:1 azt mondja, hogy ne félj. Megváltottalak, a neveden hívtalak, az enyém vagy, az övéi vagyunk. Róma 8:15. Nem a szolgaság szellemét kaptuk a félelemre, hanem a fiúság szellemét, ami által bátran mondhatjuk azt, hogy Abba, Atya, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, nekünk nem kell félni, mert ha Isten velünk, akkor because ki lehet ellenünk, és Isten us, velünk van, garantáltan velünk van, ő elkötelezte magát mellettünk. Úgyhogy nem kell félnünk, ne félj, so ne félj, mert meg vagy váltva. Don't fear, amen. Because you are saved. Úrunk, csak köszönjük neked. Lord, thank you. Kérlünk, hogy áld meg az üzenetet. Please bless the message te drága nevedben. In your precious name. Amen. Amen. Hey, wasn't that awesome? Nem volt nagyszerű. Wow, thank you. Köszönjük. Really, let's give God a hand for that message. Tapsoljuk meg Istent ezért az üzenetért. That was awesome. Csodálatos volt. Happy New Year. Boldog új évet. Great to see you all. Nagyon jó látni mindannyiótokat. I just returned from a whirlwind tour of America. Most jöttem vissza Amerikából. We flew to Baltimore. Először Baltimore-ba repültünk. And then from the East Coast all the way to the West Coast in Washington State. Keleti partról egészen átrepültünk a nyugati partra. And from the West Coast all the way back to the East Coast. És aztán a nyugati partról visszarepültünk a keleti partra. And then back here. És aztán ide. So I'm an expert on airplanes. Úgyhogy most már mindent tudok a repülőgépekről. But we did manage to squeeze in some visits with some very dear friends of ours. És meg is tudtunk látogatni néhány nagyon kedves barátunkat. Much love from Shunki and Nora. Shunki és Nori sok szeretetet küld. And from Ditsy. És Ditsy is. And from Barta Rita and Barta Rita. Attila. És Attila. They are all doing wonderfully. Nagyon jól vannak mindannyian. From Pasha. Pasha is üdvözletét küldi. Emlékeztek rá? A short guy. Alacsony fiú. They are really all doing so awesomely there. Mindannyian nagyon jól vannak. We had a chance. We landed late at night on Friday night. És péntek este későn érkeztünk, későn szállt le repülő. And then Saturday morning early we were knocking on doors. Aztán szombat reggel már korán kopogtattunk ajtókon. And I was shocked that people spoke English there. És teljesen meglepődtem, hogy az emberek angolul beszéltek ott. It was amazing. Teljesen furcsa volt. And
it was so strange. I was knocking on doors in Baltimore. Furcsa volt, hogy Baltimore-ban kopogtattam ajtókon. Pásával. And Anastasia. És Anastasiával. And I was just saying, what? This is very strange. És ezen gondolkodtam, hogy ez nagyon különös. And we went up and down the streets, just knocking on doors and speaking to people without translation. És aztán kopogtattunk ajtókon, beszélgettünk emberekkel tolmács nélkül. Anastasia will be with us on Sunday, by the way. És Anastasia vasárnap itt lesz velünk egyébként. She's on her way back from Baltimore and on her way to India. Baltimore-ból utazik visszafelé és Indiába utazik tovább. And she's doing amazingly. We'll get to see her. Nagyon jól van, úgyhogy találkozhatunk vele vasárnap. But Ben Tangi and his wife, maybe you remember from Croatia. Talán emlékeztek Ben Tangire és a feleségére Horvátországból. They have an outreach in the city of Baltimore. Nekik van egy evangelizációjuk Baltimore városában. They have a church. Van egy gyülekezet ott. And there was members from their church knocking on doors with us. És az ő gyülekezetükből néhány ember jött velünk ajtókon kopogtatni. It was just such a rich time. Ez nagyon gazdag idő volt. And then of course the New Year's services. És aztán az újévi Isten tisztelet. Were amazing. Ez is csodálatos volt. Pastor Schaller. Pastor Schaller. Pastor Schibelli. Pastor Schibelli. And they had a great documentary about Pastor Stevens. És volt Pastor Stevensről egy dokumentumfilm. And I think if you get the chance, if you could watch that, it was really awesome. És hogyha meg tudjátok nézni, akkor tegyétek meg, mert nagyon jó. So much love from Pirgi and from everybody there. Pirgi is üdvözletét küldi. Norbi and his wife. Mindenki, akik ott vannak, Norbi és a felesége. And there is a large Hungarian contingency. Ez van egy nagy magyar csoport. Seems to be growing all the time. És úgy néz ki, hogy egyre csak növekszik. And I heard someday we're actually going to get some of them back. És azt is hallottam, hogy lehet, hogy egy nap majd néhányukat visszakapjuk ide. But don't hold your breath. De azért addig álljunk fél lábon. Hey, let's consider something tonight. Gondolkodjunk el most ezen. I was listening in the car on the way here. A kocsiban, ahogy jöttem ide. I had a CD that I received for Christmas from my good friend Mr. Richardson. Van egy CD-m, amit karácsonyra kaptam. Nagyon jó barátomtól. And it was a CD with an intro that I had spoken, I think 18 years ago. És ez egy olyan CD, amin én mondom a bevezetőt 18 évvel ezelőtt. And I think it was in József Attila Gymnasium. És azt hiszem, hogy ez a József Attila Gymnáziumból van. And then Pastor Schaller preached. És aztán Pastor Schaller prédikált. And I loved hearing the message. És nagyon tetszett az üzenet. That he spoke. Amit mondott. I didn't really like hearing myself. Magamat annyira nem szerettem hallgatni. Because I sounded very young. Mert nagyon fiatalon, and nagyon now fiatalnak I'm very hangzott, depressed. És most nagyon depressziós vagyok. She can tell I'm easily depressed. Can you tell that? Gondolnátok, hogy könnyen depresszióba esem? That's good, because I'm lying to you right now. Nem, most éppen lódítok. I'm not easily depressed. Nem könnyen esem depresszióban. How can we be depressed? Hogyan lehetnénk depressziósak? We live in the kingdom of God. Amikor Isten országában élünk. Can you imagine? El tudjátok képzelni? We live in the kingdom of God. Isten országában élünk. What's there to be depressed about? Akkor mi miatt lennénk depressziósak? What is the worst thing that could happen to us? Mi a legrosszabb dolog, ami történhet velünk? We could die and go home to be with the Lord. Meghalunk és hazamegyünk, hogy az Úrral legyünk. Oh, that's so terrible. Oh, hát ez borzasztó. I mean, I'm not in a hurry. Nem sietek, vagy ilyesmi. In one sense. Egy értelemben. But in another sense. De másik értelemben. You know, let's go. Menjünk. Rapture, come on. Jöhet az elragadtatás. And I was listening to Pastor Schaller preach. És hallgattam Pastor Schaller prédikálni. Getting convicted. És meggyőződtem. Because he said Americans. Mert azt mondta, hogy az amerikaiak, Englishmen, az angolok. He didn't really say that, but that's for Pastor Graham. Na jó, ezt igazából nem mondta, de ezt Pastor Graham miatt mondta. Finns. A finnek. He said, bring your Bibles to church. Azt mondta, hogy hozzátok a Bibliát. He said, I'm not talking about your English Bibles, Pastor Graham. Azt mondta, hogy nem az angol Bibliádról beszélek, Pastor Graham. He said, get a Hungarian Bible and get used to reading it. Azt mondta, hogy szerezz egy magyar Bibliát és olvasd. And I said, okay, it's only 18 years later, I still have time.
És akkor mondtam magamban, hogy hát végülis még csak 18 év telt el, úgyhogy még mindig van időm. So if somebody would like to give me a late Christmas present, I'll take a Hungarian Bible. Ha valaki szeretne késői karácsonyi ajándékként megajándékozni egy magyar Bibliával, akkor. But this thought when he was speaking just was overwhelming to me. Ahogy beszélt, ez a gondolat, ez teljesen magával ragadott. And it's in Ecclesiastes chapter 7. És ez Prédikátor 7-ben van. Verse 13. 13. vers. And it's just one statement. És csak egy mondat. And he didn't read this statement. És nem olvasta. He didn't quote this statement. Nem idézte. But he lived this statement. Hanem megélte. And that is, consider the work of God. És ez az, hogy gondold el Isten munkáját. Consider the work of God. Gondolkodj Isten munkáján. Boy, all our troubles seem very small when we consider the work of God. Minden problémánk annyira kicsinek tűnik, amikor Isten munkáján gondolkodunk. All of our murmurings and our complaints. Mindenféle panaszkodásunk és morgolódásunk. Become very small. Nagyon kicsivé lesz. When I consider the immense work that God has done. Amikor belegondolok Isten hatalmas munkájába, amit eddig véghez vitt. That God is doing. Amit Isten tesz most, and that God will do. És amit Isten tenni fog. Consider the work of God. Gondolj bele Isten munkájába. Imagine that. Képzeld el. If that could be our motto for the new year. Hogyha ez lehetne a modellünk az új évre. Consider the work of God. Ha ez lehetne a mottónk az új évre, hogy gondolj bele Isten munkájába. When I plan my life. Amikor eltervezem az életemet. Can I consider the work of God? Akkor gondolhatok Isten munkájára. When I walk in the light as he is in the light. Ahogy a világosságban járok, ahogy ő is a világosságban van. Am I considering the work of God? Yes, I am. Gondolkodok Isten munkáján, igen. And think about Hebrews 11:6 in that light. És gondolj Zsidók 11:6-ra ebben a ennek a fényében. That without faith it is impossible to please God. Hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. But then it starts to explain what faith is. De utána elkezdi magyarázni, hogy mit jelent a hit. That they that believe, hogy azok, akik hisznek, must believe that he is. Hinniük kell, hogy ő van. That's faith. Ez a hit. That we believe that he is. Hogy hisszük, hogy ő van. And that we can consider the work of God. És akkor gondolkodhatunk Isten munkáján. Without faith, it's impossible to please God. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. What does it mean to believe God? De mit jelent hinni Istennek? It means to consider the work of God. Ez azt jelenti, hogy gondolkodom Isten munkáján. Not only do we believe that he is. Nem csak hisszük, hogy ő van. But we believe that he is a rewarder of them that diligently seek him. Hanem azt is hisszük, hogy ő megjutalmazza azokat, akik buzgón keresik őt. You know what else? És tudjátok mit? God never had a financial problem. Istennek soha nem volt anyagi problémája. Did you know that? Tudtátok ezt? If there was money lacking, he put coins in the mouth of a fish. Hogyha hiányzik valami pénz, akkor a hal szájából pénzt tud kiszedni. If there was a lack of food, he could bring ravens. Hogyha nincsen étel. To do the first home delivery of food. Akkor hollókat küld, hogy házhoz szállítsák az ételt. The ravens brought the food. A hollók elhozták az ételt. God has never had a financial problem. Istennek soha nem volt anyagi problémája. God does not deal with us after this present economy. És Isten nem a mostani gazdasági helyzet szerint bánik velünk. Has anybody read a newspaper lately? Olvastatok mostanában újságot? Did you know we're in financial crisis? Tudtátok, hogy gazdasági válságban vagyunk? Really? Tényleg? None of us have enough money to realize we're in financial crisis. Igazából egyikünknek sincs annyi pénze, hogy észrevegyük, hogy gazdasági válságban vagyunk, és ez egy nagyon jó hely. The world is crying. A világ sír. You know, I went to America and I bought gasoline for the rental car. Elmentem Amerikába és megtankoltam a bérelt autót. And everybody's crying, I'm poor, I'm poor. És mindenki azon keserget, hogy hát szegény vagyok. Wow, compared to Hungary, gas is free. Wow, itt Magyarországhoz képest itt ingyen van a benzin. Really? Tényleg. I think it's one third or one quarter of the price. Talán Amerikában a negyede vagy a harmada. A benzinára Magyarországhoz képest. Philippians chapter 4 verse 19. Filippi 4:19-ben.
God doesn't deal with us after this present economy. Isten nem a mostani gazdasági helyzet szerint bánik velünk. How does he deal with us? Hogyan bánik ő velünk? According to his riches. Az ő gazdasága szerint. In glory. Dicsőségben. He deals with us from his immense wealth. Az ő hatalmas gazdagsága szerint bánik velünk. He deals with us from the unlimited grace and mercy that he has. Az ő korlátlan kegyelme és irgalma szerint bánik velünk. That's the work of God. Ez Isten munkája. I don't have to work something up in my flesh. Nem kell valamit kimunkálnom a hústestemben. But I can consider the work of God. Hanem csak gondolkodhatok Isten munkáján. You know what the beauty of the work of God is? És tudjátok, hogy mi Isten munkájának a gyönyörűsége? That we are co-laborers with Christ. Az, hogy mi Krisztussal együtt munkálkodunk. That means. És ez azt jelenti. He actually needs us. Hogy neki szüksége van ránk. In the call of God. Isten elhívásában. And we actually need him. És nekünk szükségünk van rá. Isn't that beautiful? Ez nem gyönyörű? He could use a stone to proclaim the gospel. Ő akár egy követ is használhatna arra, hogy elmondja az evangéliumot. But he chose to use the foolishness of preaching. De ő úgy döntött, hogy a prédikálás bolondságát választja. Hey, I'm qualified. Én képzett vagyok. I'm a fool. Alkalmas vagyok. Bolond vagyok. I am a fool for Christ. De bolond vagyok Krisztusért. Because a fool is not complicated by economic problems. Mert egy bolond nem bonyolult, nem érdeklik a gazdasági problémák. He doesn't know enough to be confused by domestic problems. Nem tud annyit ahhoz, hogy a gazdasági problémák összezavarják. He's not distracted by the Wall Street plunging. És nem the stock market plunging. Nem zavarják a tőzsdén végbe menő változások. I don't know, maybe it's Váci utca here. Váci utca, vagy Wall Street. It's Wall Street there. Ott a Wall Street. You know, God is not moved. De Isten ez nem mozdítja meg. He's not moved. Ő nem rendül meg. There might be wars. Lehet, hogy háborúk vannak. You know, we received an email this week from our friends in the Middle East. És kaptunk egy e-mailt a Közel-Keleten lévő barátainktól. In Israel. Izraelből. Many of you know them. Sokan ismeritek őket. And they said, please pray. És azt mondták, hogy kérlek, imádkozzatok. That not only is there a ground offense in Gaza. Mert Gázában nem csak hogy egy. But there's the potential for another attack from the north. Tehát hogy van lehetőség arra, hogy egy másik támadás is lesz északról. From another country. Egy másik országból. And they said, we feel safe at the moment, but we don't know how long our safety will last. És azt írták, hogy most biztonságban érezzük magunkat, de nem tudjuk, hogy meddig tart ez a biztonság. So please pray. Úgyhogy kérlek, hogy imádkozzatok. Consider the work of God. Gondolkodj Isten munkáján. Where are we? Hol vagyunk What most? Are we doing? Mit csinálunk? You know, in Hungary, the work of God in my life started 18 years ago. Magyarországon Isten munkája az én életemben 18 évvel ezelőtt kezdődött. And as I listened to my voice on that CD. És ahogy hallgattam a saját hangomat azon a CD-n. I was so grateful to God. Annyira hálás voltam Istennek. That he brought me back here. Hogy visszahozott ide. And that his work in my life has continued. És hogy az ő munkája az én életemben folytatódott. And we don't know where it goes. És nem tudjuk, hogy hová tart. And I don't know what tomorrow holds. Nem tudom, hogy mit hoz a holnap. It might hold some mountaintops. Lehet, hogy nagyon jó lesz a holnap. It might hold some valleys. De lehet, hogy völgy jön. But it doesn't matter. Nem számít. Because we consider the work of God. Mert Isten munkáján gondolkodunk. You know, Israel was led. Izraelt vezette. By a cloud of smoke and a pillar of fire. A tűzoszlop és a felhő. At any rate, it was always looking to God. És ők mindig Istenre néztek. Being led. Vezette őket. Considering the movement of God. És gondolkodj Isten mozgásán. It's such a beautiful place to be. Egy gyönyörű hely, ahol lehetünk. It's according to his riches and glory. Az ő gazdagsága és dicsősége szerint. And then let's read Revelations chapter 2. Olvassuk el Jelenések 2-t. Isn't it awesome? Nem csodálatos ez? The work of God. Isten munkája. Isn't it amazing? Nem elképesztő. We can rejoice in any situation if we consider the work of God. Hogy örvendezhetünk bármilyen helyzetben, hogyha elgondolkodunk Isten munkáján. We got stranded in an airport in the middle of America. És Amerika közepén ott ragadtunk egy repülőtéren. You know, when we left
Baltimore, they said, "There's no problem with your flights. Fly." Mikor Baltimore-ba elindultunk, akkor azt mondták, hogy semmi probléma, a ti járatotok indul. And when we got to the middle of America, they said, "There's a problem. Your flight is canceled." És amikor Amerika közepére értünk, akkor mondták, hogy van egy kis probléma, mert eltörölték a járatotokat. We said, "Okay, when is the next flight?" Megkérdeztük, hogy jó, mikor megy a következő gép. They said, 3 days. És azt mondták, hogy 3 nap múlva. I said, what should we do? Akkor most mit csináljunk? They said, here's a list of hotels. És odaadtak egy listát hotelekről. But because it's the weather, we don't pay for it. De mivel ezt az időjárás okozza, ezért nem tudjuk kifizetni nektek. Okay, what about our clothes? Jó, akkor mi legyen a ruháinkkal? Oh, we'll hold those until your flight goes. Don't worry about it. Azok nálunk lesznek, amíg nem indul a járatotok, ne aggódjatok. Might be nice to have a change of clothes for 3 days. Lehet, hogy jó lenne, ha lenne nálunk egy váltásruha, mondjuk 3 napra. I'm sorry, we don't have a provision for that. Hát sajnáljuk, de ez erre sajnos nincsen megoldás. As you could imagine. És ahogy el tudjátok képzelni. My Irish temper. Az én ír temperamentumom. I give my temper to the Irish. A temperamentumomat az írektől örököltem. Came from my Irish part. But as you can imagine, and then I started to think with God. Elkezdtem gondolkodni Istennel. And I said, you know what? És azt mondtam, tudod mit? This is going to be good. Ez jó lesz. I'm trusting that God has a provision. Bízom abban, hogy Istennek van egy gondoskodása. And we started to kind of, you know, think about this is really amazing. The more difficult the situation gets, the more fun it's going to be to watch God take us out of the situation. És azon kezdtünk el gondolkodni, hogy hú, ez nagyon jó lesz, mert minél rosszabb a helyzet, annál bulibb a mód, ahogy Isten kihoz minket abból a helyzetből. And this is the kind of radical thinking we can have when we consider the work of God. Ez az a radikális gondolkodásmód, ami nekünk lehet, amikor Isten munkáján gondolkodunk. The difficulty comes. Aztán jön a nehézség. And we say, oh, that's an easy one for God. Bring more difficulty. És azt mondjuk, hogy oh, hát ez semmi Istennek, úgyhogy jöhet még valami. And then we watch God. Be faithful. És aztán nézzük Istent, ahogy hűséges. Because either he has a delivering provision. Mert vagy van egy szabadító gondoskodása. Or I get the glory of getting to know God in the midst of the difficulty. Vagy enyém lehet ez a dicsőség, hogy megismerem Istent. And either way, he's glorified. És bárhogy is ő megdicsőül. Either way is a God-given provision. Ez egy Isten által adott gondoskodás. That's the work of God. Ez Isten munkája. That can't be produced in the work of man. És ezt az ember nem tudja létrehozni. The work of man wants to manipulate the situation. Az ember munkája manipulálni próbálja a helyzetet. I want to create my own path of deliverance. A saját szabadulási útvonalamat akarom létrehozni. And the grace of God keeps me from losing all the benefits and the blessings of my own deliverance. És Isten Isten kegyelme pedig megkímél attól, hogy learassam azokat a következményeket, amiket a saját utamhoz. I say that sarcastically, because there is no blessing and benefit in my own provision. Mert a saját gondoskodásomban nincsen áldás. But it keeps me from creating my own way out. De ő megtart attól, hogy a saját utamat. And keeps me in the work of God. És Isten munkájában tart. And it's like the dross is burned off. When the silver is cooked down. És ez olyan, amikor az ezüst and the impurities come off. És azok a tisztátalan dolgok, azok kitisztul az ezüst. It's like the refiner. Amikor finomítják az ezüstöt. And he takes the silver and he cooks it. Fogják az ezüstöt és főzik. And the impurities are taken out. És a kosz kijön belőle. But it takes the refiner's fire for the impurities to go. De kell hozzá az a tűz, hogy megtisztuljon az ezüst. We can't have the impurities taken out without going through the fire. És tűz nélkül nem fog eltűnni a szennyeződés. But the silver redemption that we see after the refiner's fire is amazing. De ez a megszabadulás, amit a finomító tűz után tapasztalunk, az hihetetlen. And it's the reflection of God's glory. És ez Isten dicsőségének a visszatükröződése. We can see the reflection of his glory. Látjuk az ő dicsőségének a visszatükröződését. And in Revelations chapter 2. És Jelenések 2-ben. In verse 17. 17. versben.
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából. Hidden manna. Elrejtett manna. That means no matter what the situation is. Ez azt jelenti, hogy nem számít, hogy milyen a helyzet. There is manna that is hidden. Van ott elrejtett manna. You know, hidden manna can't be seen. Az elrejtett mannát nem lehet látni. But we can look for it. De kereshetjük. Oh, I don't know. I'm in this difficult situation and I nem tudom, itt vagyok ebben a nehéz helyzetben. I'm waiting for the plan of God to deliver me. És várok Isten tervére, hogy megszabadítsam. How about in this situation? De mi lenne, hogyha abban a helyzetben? We look for the hidden manna. Keresnénk az elrejtett mannát. For the amazing provision that's hidden deep inside of that difficult situation. Azt a csodálatos gondoskodást, ami el van rejtve abban a nehéz helyzetben, ott van. It's there. Ott van. The provision of God. Isten gondoskodása. Is there. Ott van. I have to look for it. De keresnem kell. I seek it out. Keresem. God is faithful. És Isten hűséges. And then it says. És aztán azt mondja. I will give him a white stone and in the stone a new name written. És adok annak fehér kövecskét és a kövecskén újírott nevet. Which no man knoweth. Amelyet senki nem tud. Except him that receives it. Csak az, aki kapja. He gives us hidden manna. Ő ad nekünk elrejtett mannát. He gives us integrity. Ad nekünk egyenességet. And he gives us a new name. És egy új nevet. This is beautiful. És ez gyönyörű. It's not who I was. Ez nem az, aki voltam. But it's who I am. Hanem az, aki vagyok. In the integrity of God. Isten egyenességében. In the work of God. És Isten munkájában. It's not what I bring in my natural strength. Ez nem az, amit én hozok a természeti erőmből. But it's the fact that I've gone through the refiner's fire. Hanem az a tény, hogy keresztül mentem a tűzön. I've gone through Calvary's deliverance. Keresztül mentem a Golgota szabadításán. And come out a new man on the other side. És egy új ember jött ki a másik oldalon. And you know it says this about the deliverance of God. És ezt mondja Isten szabadításáról. It says I will give you a new name that only the one who receives it knows. Azt mondja, hogy új nevet adok neked, amit csak az tud, aki kapja. This is a personal work of God. Ez Isten személyes munkája. That God's work in us is personal. Hogy Isten az ő személyét munkája bennünk. It's personal. Ez személyes. This morning on the whiteboard at GGIS when I was teaching Bible class. Ma reggel bibliaórát tartottam a keresztény iskolában. I took a black marker and I colored a black square. És fekete filctollal rajzoltam egy fekete kört. And I put my thumbprint in the middle of that black square. És az ujjlenyomatomat pedig oda nyomtam a kör közepére. And I asked the students. És megkérdeztem a diákokat. Throughout all of history. Hogy az egész történelem folyamán. How many other thumbprints have been like that one? Hány ugyanilyen új lenyomat fordult elő? I ask you the same question. És tőletek is megkérdezem ugyanezt a kérdést. How many? Mennyi? None. Egy sem. Okay, but that's just while we're all here on earth together, right? When the new batch of people come, they'll be able to reuse the fingerprints, right? Jó, de hát ez csak addig van, amíg itt vagyunk együtt a Földön, de majd amikor az új never a duplication. Az új generáció eljön, akkor majd újra fel tudjuk használni a consider the work of God. De nem gondolkodj Isten munkáján. Consider the work of God. Gondolkodj Isten munkáján. That every single person is made as an individual. Hogy minden egyes személy egyén. With a personal touch from God. Egy személyes érintéssel Istentől. And to them which believe. És azoknak, akik hisznek. They believe that he is. Akik hiszik, hogy ő van. And to them that believe that he is. És azoknak, akik hiszik, hogy ő van. He gives a new name. Ő egy új nevet ad. A very personal name. Egy nagyon személyes nevet. A new character. Egy új karaktert. A new creation. Új jellemet. And it's not just reputation. Új teremtést, és ez nem csak hírnév. Our reputation may be important. A mi hírnevünk lehet, hogy fontos. But not really.
De igazából nem az. When we consider what it is to have a new name. Amikor belegondolunk abba, hogy milyen az, hogy új nevet kapunk. And a new character. És egy új jellemet. As a new creation. Új teremtésként. As a person that's hidden in the work of God. Olyan személyként, aki el van rejtve Isten munkájában. I'm an individual. Én egy egyén vagyok. But I'm a member of the body of Christ. De Krisztus testének a tagja. And my vertical with God as an individual. És az én függőleges kapcsolatom Istennel az egyéni. Prepares me to be a part of the body of Christ. És ez felkészít engem arra, hogy Krisztus testének a része legyek. To be a part of the work of God. Hogy Isten munkájának a része legyek. For today. Ma. For the world. A világnak. For Hungary. Magyarországnak. For Budapest. Budapestnek. For the 8th district. A 18. That God is that personal. Isten ennyire személyes. It's no mistake that we are called here. És ez nem valami tévedés, hogy mi ide vagyunk össze. We could be anywhere in the world. El vagyunk hívva ide, bárhol lehetnénk a világban. But God called us here. De Isten ide hívott bennünket. With a thumbprint. Új lenyomattal. In this place. Erre a helyre. In this time. Ebben az időben. For His purpose. Az ő céljára. To be in the work of God. Hogy Isten munkájában legyen. I am excited about the work of God tonight. Izgatott vagyok Isten munkája felől ma este. Because it goes on despite me. Mert ez a saját személyem ellenére ez tovább megy. I can't stop the work of God. Nem tudom megállítani Isten munkáját. Which is amazing. Ami csodálatos. I don't want to miss the work of God. De nem akarom kihagyni Isten munkáját. You know, God could use stones to win people to Christ. Isten köveket is tud használni arra, hogy embereket megjelen Krisztusnak. De ehelyett He uses us. Minket használ. And we heard the testimony. Ahogy hallottuk ezt a bizonyságot. He uses us. Ő használ minket. He uses the foolishness of preaching. Ő a prédikálás bolondságát használja. He uses mortal men. Ő halandó embert használja. With weaknesses. Gyengeségekkel. And with frailties. És törékenységgel. And with imperfections. És tökéletlenségekkel. And with shortcomings. És mindenféle gyengeségekkel. To proclaim a gospel. Arra, hogy az evangéliumot about hirdesse. About the eternal one. Az örökkévalóról. Who is perfect. Aki tökéletes. Who is omniscient. Aki mindentudó. Who is all powerful. Aki mindenható. Who has a work that continues today. Akinek van egy munkája, ami folytatódik ma. And this is why Jude chapter 1. És ezért Judás 1-ben. Jude verse 20. This is such a beautiful 20. versben. Conclusion to our thought here. És ez lesz az utolsó gondolat. By the way, in Abraham's life, egyébként Ábrahám életében. In Genesis chapter 12. 1 Mózes 12-ben. This is how the work of God works. Így működik Isten munkája. Abraham. Ábrahám. That time Abram. Abban az időben még Ábrám. Get out of your country. Menj el a te országodból. Leave your father's house. Hagyd el az atyád házát. Leave your kindred. Hagyd ott a törzsedet. And go. És menj. To a place where I'll show you. Arra a helyre, amit én mutatok neked. Leave that which you're familiar with. Hagyd ott azt, amihez már hozzászoktam. How about this one? Leave that which is rightfully yours. És figyeljétek ezt, hagyd ott azt, ami jogosan a tiéd. Really, that's what he said. Leave your father's house. Hagyd ott az atyád házát. Leave it. Hagyd ott. And go someplace that you know not of. És menj egy helyre, amit nem ismersz. But I'm going to show you. De én fogom neked megmutatni. Wow. Where do we go? Hová megyünk? We go to a place. Olyan helyre megyünk. That we know not of. Amit nem ismerünk. But whose builder and maker is God. De aminek építője Isten. And he prepares a place for us. És ő egy helyet készít nekünk. 1 Corinthians 2. 1 Korintus 2-ben. He prepares a place for us. That's amazing. Ő egy csodálatos helyet készít számunkra. That our eyes have not seen. Olyat, amilyet a szemünk még nem látott. And our ears haven't heard. És a fülünk nem hallott. But it doesn't take away from the beauty and the amazingness of it. De ez nem vesz el a gyönyörűségéből. Because it's not determined by what my eyes see or what my ears hear. Mert nem az határozza meg, hogy mit lát a szemem és mit hall a fülem. It's determined by the maker. Hanem a készítő,
And he goes to prepare a place for us. And it's a beautiful place. And it's an eternal place. And it's not depending upon what happens to me today. És nem attól függ, hogy ma mi történik velem. It's not depending on how rich or poor I am. Nem attól függ, hogy milyen gazdag vagy milyen szegény vagyok. But it's dependent upon the work of God. Hanem Isten munkájától függ. You know what else about the work of God? És tudjátok, hogy it is finished. Isten munkája be van fejezve. It is finished. Isten munkája be van fejezve. It is finished. Elvégeztetek. It is the finished work that Jesus Christ performed on Calvary for our behalf. Ez egy bevégzett munka, amit Jézus Krisztus tett értünk a kereszten. It's finished. Befejezett. We are complete in him. Teljesek vagyunk ő benne. We have been given a new name. És egy új nevet kaptunk. A new nature. Egy új természetet. Who we were can't hold us back. Akik voltunk, az nem tarthat minket who we are is hidden him. És akik vagyunk, az pedig el van rejtve benne. Who we shall be is glorified before him at the throne of God. Az pedig megdicsőült ő előtte Isten trónjánál. Receiving the gifts of God. És elfogadjuk Isten ajándékait. And what a day. Egyet, egy when nap. We'll have our crowns as overcomers. És ott lesz a koronánk, mint győzteseké. And we'll throw them at the feet of Jesus. És Jézus lábaihoz dobjuk majd őket. And say glory be to God. És azt mondjuk, hogy dicsőség Istennek. The work of God. Isten munkájának. Thank you that you performed the work of God. Köszönjük, hogy elvégezted a munkád. And that you used me in your work. És hogy használtál a te munkádban. Glory be to God. Dicsőség Istennek. It's the work of God. Ez Isten munkája. Build yourselves up in the most holy faith. Építsétek fel magatokat a legszentebb hitben. Building yourselves up in the most holy faith. Felépíteni magatokat a legszentebb hitben. Building. Építeni. What is the most holy faith? Mi a legszentebb hit? He is. Ő van. And he rewards. És ő megjutalmaz. He is. Ő van. And he has completed. És ő teljesítette. He is. A munkát. And he walks with me. És ő velem jár. I am my beloved's. Én az én szerelmesemé vagyok. And he is mine. És ő az enyém. And now we're looking through the lattice work and maybe it's not so clear to us. És most lehet, hogy nem látjuk olyan tisztán még. And we look through the glass and it's still a little bit dark. We don't understand. És még csak homályosan tükör által látunk. But consider the work of God. De gondolkodj Isten munkáján. Because our path is shining brighter and brighter as the day draws closer. Egyre világosabb és világosabb. And one day we will be with him. És egy nap vele leszünk. And all our tears will be gone. És minden könnyünk. And everything about him will be clear. És minden róla tiszta lesz. And we will be in his fellowship. És ott leszünk az ő közösségében. We will be in his fellowship. Ott leszünk az ő közösségében. In the presence of God. Isten jelenlétében. That day is coming. És ez a nap közeleg. Our good friend David Frankenhauser. David Frankenhauser. Jó barátunk. Has a precious family in Baltimore. Akinek van egy csodálatos családja Baltimore-ban. He's raised his children as long as I have known them in the ministry. A szolgálatban nevelte a gyermekeit, amióta csak ismerem. And he was serving in the military. És a katonaságban szolgál. In Korea. Koreában. And he was one or two months short of retiring. És egy-két hónapja volt hátra a nyugdíjig. Planning his trip home. Tervezgette a hazaútját. And he was involved in an accident. És balesetbe került. And he went home to be with the Lord. És hazament, hogy az Úrral legyen. And I was reading what some of his fellow soldiers wrote about him. És olvastam, amit néhány katonatársa írt róla. He was a man who considered the work of God. Ő egy olyan ember volt, aki elgondolta Isten dolgait. Isten when munkáját. I left work today, there was 18 pages of testimonies about him. És 18 oldal bizonyság volt róla, amikor. I never met him. Amikor olvastam, soha nem találkoztam vele. But every time I read something that he wrote, I was ministered to. De mindig, amikor olvastam valamit róla, akkor ez szolgált felém. I never met the corporal. I never met this officer. Soha this is what men were saying. Soha nem találkoztam ezzel az emberrel. But after reading his posts, I know he was a man who knew where he was going. De ahogy olvastam ezeket a bizonyságokat,
tudtam, hogy ő egy olyan ember volt, aki tudta, hogy hová megy. And one soldier said he was up for a promotion. És egy katona azt mondta, hogy éppen előléptették. At the end of this month. Ennek a hónapnak a végén. But he said it came early. De azt mondta, hogy it came early. Hogy hamarabb előléptették. He was promoted to glory. Mert dicsőségbe. And what legacy did he leave here on this earth? És mi az, amit ő itt hagyott ezen a földön? Till the last day. Hogy az utolsó napig. Till the very last moment. A legutolsó pillanatig. He was considering the work of God. Isten munkáján gondolkodott. And his testimony is now across the world. És az ő bizonysága most az egész világban. That he served God. Ott van, hogy and Isten szolgálta. És az ő családja. And his country. És az ő országa. With integrity. Az ő egyenessége. And now he's in the presence of God. És most ott van Isten jelenlétében. And can you imagine the reunion? El tudjátok képzelni? Well done, thy good and faithful servant. Jól van, hű és hű szolgám. Can you imagine hearing those words? El tudjátok képzelni, hogy well hallod ezeket a szavakat. Thank you for considering the work of God. Köszönöm, hogy gondolkodtál Isten munkáján. Thank you for not counting your own life dear till the very end. Köszönöm, hogy nem volt kedves neked a saját életed. Thank you for overcoming. Köszönöm, hogy győztél. By the blood of the Lamb. A bárány vére által. And the word of our testimony. És a bizonyságunk szavai által. Thank you for considering the work of God. Köszönöm, hogy Isten munkáján gondolkodtál. And finally in verse 21. És végül a 21. versben. Keep yourselves in the love of God. Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében. Looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. That is the work of God. Ez Isten munkája. That we are loved. Hogy szeretve vagyunk. That God loves us. Hogy Isten szeret bennünket. How much did God love us in John 3:16? Mennyire szeretett minket Isten János 3:16-ban? So much. Annyira. That he gave the most precious thing he could give. Hogy a legdrágább dolgot adta, amit adhatott. As a payment for us. Fizetségként értünk. So that we could have eternal life. Azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. So that we could receive him. Hogy elfogadhassuk őt. That we could have fellowship with him. Hogy közösségünk lehessen vele. That we could be restored to him. Hogy helyreállhassunk vele. That we could walk in him. Hogy benne járhassunk. Oh, that we would embrace these thoughts. Bárcsak átölelnénk ezeket a gondolatokat. For something that's already been done. Olyasmiként, ami már elvégeztetett. We are rich tonight. Gazdagok vagyunk ma este. Because of what he's done. Amiatt, amit ő tett. Do we believe this? Elhisszük ezt. Of course we do. That's why we're persze, here on a Wednesday night. Ezért vagyunk itt egy szerda este. In the freezing cold weather. A jéghideg, borzasztó időjárásban. You can't stop the work of God. Nem lehet megállítani Isten munkáját. You can't stop the word of God. Nem lehet megállítani Isten igéjét. Well done, thy good and faithful servants. Jól van, jó és hű szolgám. You came to hear about the work of God. Eljöttél, hogy halljál Isten munkájáról. And we have received together the word of God. És együtt elfogadjuk Isten igéjét. And we are a beautiful body. És egy gyönyörű gyülekezet vagyunk. That he has hand selected. Amit ő saját kezével válogatott. With individual thumbprints. Egyéni ujjlenyomatokkal. And with individual names. És egyéni nevekkel. You know what? Every single joint supplies. És minden egyes tagot. Every one of us supplies. Mindegyikünk. When the smallest member has pain, we feel that pain. Amikor a kis ujj fáj, akkor az összes tag érzi ezt a fájdalmat. Every portion is needed. Minden részre szükség van. God needs us. Istennek szüksége van. Because he wants us to be a part of his spotless bride. Mert azt akarja, hogy az ő tökéletes mennyasszonya. Which he has prepared. Része legyünk, amit ő elkészített. One day soon. Egy nap hamarosan. We will be with him. Vele leszünk. That glorious day. Azon a dicsőséges napon, when the work of God, amikor Isten munkája, will be fully revealed to us, teljesen lelepleződik számunkra, and we will see who he is preparing us to be, és látni fogjuk, hogy ő minek készített minket, and we will fully understand the amazing grace that was given to us, és teljesen érteni fogjuk azt a csodálatos kegyelmet, and the amazing mercy, és azt a csodálatos irgalmat, but for now, de most.
build ourselves up. Építsük fel magunkat. Keep ourselves in the love of God. Tartsuk meg magunkat Isten szeretetében. Know that He is personal. Tudjuk, hogy ő személyes. Know that He has called us. És elhívott bennünket. Know that He goes behind us and says, "This is the way I have prepared for you. Walk ye in it." Tudjuk, hogy ő azt mondja nekünk, hogy ez az az út, amit elkészítettem nekünk. Know that eyes haven't seen or ears heard, but He has prepared a place for us. És tudjuk, hogy szem nem hallotta még, és szem nem látta, és fül nem hallott olyan helyről, amit ő elkészített számunkra. A place with a foundation. Egy hely, az alap. That will stand sure forever. Ami biztosan áll örökre. Because of the glory of God. Isten dicsősége miatt. And know this. És tudjuk ezt. There is a work of God. Hogy van Istennek munkája. And we are in it. És mi benne vagyunk. Amen. 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 Let's pray. Amen. Imádkozzunk. Precious Father, drága atyánk, we are broken by the fact that we are in the work of God. Megtör minket ez a tény, hogy Isten munkájának része vagyunk. That you are the only lamb that was worthy to be slain before the foundation of the earth. Hogy te vagy az egyetlen bárány, aki méltó volt arra, hogy leülessen a világ megalapítása előtt. You are worthy. Te méltó vagy. And you chose us. És minket választottál. To be your body. Hogy a te tested legyünk. We are broken by that tonight. Megtör minket ez ma este. That you speak to us. Hogy szólsz hozzánk. That you give us hidden manna. Hogy elrejtett mannát adsz nekünk. That you give us a new name. Hogy új nevet adsz nekünk. A new character. Új jellemet. We love you. És szeretünk téged. We thank you. Köszönjük. We believe you. Hiszünk neked. We believe that you are. Hiszük, hogy te vagy. And that you are a rewarder of us who diligently seek you. És hogy te megjutalmazod azokat, akik buzgón keresnek téged. Thank you, Father. Köszönjük, praise you, Lord. We love you, God. Szeretünk Istenünk. Maybe tonight there's somebody here who's never received Christ to be their Savior. Talán ma este van itt valaki, aki még soha nem fogadta el Krisztust megváltójaként. Maybe you've never had opportunity to get to know God personally in the way He wants to know you. Talán még soha nem volt alkalmad arra, hogy megismerd Isten személyesen, úgy, ahogy ő ismerni akar téged. Now is the appointed time. De most itt van az alkalmas idő. Now is the time. Most van itt az idő. Don't wait. Ne várj. We don't know what tomorrow holds. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Our time is short. Rövid az időnk. Just say yes to Jesus Christ. Csak mondj igent Jézus Krisztusnak. Say, Lord Jesus, come into my heart and save me. Mondd azt, hogy Úr Jézus, gyere a szívembe és válts meg engem. I want to know the work of God. Meg akarom ismerni Isten munkáját. Come into my heart. Gyere a szívembe. Save me. És válts meg engem. And He is faithful to do that if we've asked tonight. És ő hűséges arra, hogy ezt megtegye, hogyha ezt kérjük. If you are here and you're saying that prayer for the first time. És hogyha itt vagy és most először mondod el ezt az imát. We'd like to give you a gift. Most szeretnénk adni neked egy ajándékot. And pray for you. És szeretnénk imádkozni érted. Just slip your hand up so we can pray for you. Csak emeld fel a kezed, hogy tudjunk érted imádkozni. It's private between you and God. Ez személyes, Isten és közötted van. If you're receiving Christ, just slip your hand up. De hogyha elfogadod Jézust, akkor csak emeld fel a kezed. Okay, and then for the rest of us, hallelujah, we are in the work of God. Hallelujah, hogy Isten munkájában vagyunk. We have a Bible school that starts in a week's time. És van egy bibliai iskolánk, ami egy héten belül. It's part of the work of God. És ez Isten munkájának a része. If you can come, come. Hogyha tudsz jönni, akkor gyere. If you can't, just pray for us that go. Hogyha nem tudsz, akkor csak imádkozz azokért, akik járnak. We'll take a missions trip to Slovakia next week on Friday. És jövő hét pénteken lesz egy missziós út Szlovákiában. Just a one-night trip. Csak egy éjszakás. You know what we'll do? We'll be part of the work of God. És Isten munkájának a része leszünk. All this week. Egész héten. We'll just be a part of the work of God. Isten munkájának a része vagyunk. Thank you, Lord. Köszönjük, Urunk. For your work. A te munkádat. We're privileged people. Kiváltságos emberek vagyunk. Bless us as we go now. Áld meg minket, ahogy megyünk. Protect us. Védj meg minket. Cover us with your great love. Takarj be minket a te nagy szeretetedben. Nagy védelemmel. Heal those that need healing. Gyógyítsd meg azokat, akiknek szükségük van gyógyulásra. Bless Pastor Kendi's physical body, Lord. Áld meg Pastor Kendit. Heal him tonight. Az a testét, gyógyítsd meg őt. Be with him. Thank you so much for his love.
Köszönjük az ő szeretetét. Bless his family. Áld meg a családját. Be with us all, anyone who needs a touch from God tonight. Legyél velünk is bárki, akinek szüksége van egy érintésre Istentől ma este. Just raise your hand if you or somebody you know needs a touch from God. Csak emeld fel a kezed, hogyha neked vagy valakinek, akit ismersz. Father, you see these hands. Szüksége van egy érintésre Istentől. Heal tonight. Atyánk, te látod ezeket a kezeket, gyógyíts ma este. With your personal healing. Te személyes gyógyításoddal. Make us brand new. Tegyél minket teljesen újjá. Whole. Egészé. Finished and complete. Tökéletessé is. As you have made us to be already. Egészé, ahogyan már tettél bennünket. Calvary. A Golgotán. Your precious name we pray. A te drága nevedben imádkozom. Amen. 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 Téged, Jézus. Hűséges Isten. Faithful God. Te irgalmad végtelen. Your mercy is everlasting. Köszönjük. Thank you. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Thank you that you have spoken to us, Jesus. Köszönjük. Thank you. Imádunk téged. We worship you.